A magyarok nem akarják, hogy a világméretű népmozgás megváltoztassa az ezer éves keresztény kultúrájú Magyarországot, jelentette ki Orbán Viktor. Konrád György pedig arról beszélt, hogy bár szerinte Orbán Viktor veszélyes, tekintélyjelvű politikát folytat, de az tény, hogy a schengeni határt jobban meg kell védeni ezzel a cunamival szemben. Az írót kérdezzük. A La Repubblica olasz lapnak nyilatkozott Konrád György, és az jelent meg egyebek mellett, hogy Orbán ugyan politikai ellenfele, aki nacionalista, demagóg, populista, de ez nem jelenti, hogy mindig minden nonsense dolgokat beszélne, viszont a menekültek áradata valóság, és hogyan máshogy állítanánk ezt meg, ha nem falakkal, teszi fel a kérdést Konrád György, aki most a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Azért egy újság hasábjai megjelent interjúnál, írásnál, és ez esetben egészen konkrétan bennem az fogalmazódott meg elsőként, hogy tényleg ezt mondta? Hát én mondtam valami keveset, de ez erősödött. Hát ezt mondtam, hogy ez csak ugyan egy nagy áradat és járvány, amely megy tovább. Tehát naivitás minden politikus részéről azt gondolni, hogy ez csak úgy megállítható. Akár úgy, ahogy még kedvesen ezt Merkel kancellár mondta, hogy egy darabig megy, és aztán abba hagyjuk. Vagy ahogy Orbán mondja, mindig különböző ilyen technikai csodákkal, ugye? Kis sövény, nagy sövény, éles, nem éles, mögötte fegyveresek, uniformisban, katonák, rendőrök, minden, és egyelőre árad be a migránsok tömege. Lehet, hogy le fog lassulni, lehet, hogy átterelődik Romániára, Horvátországra, Szlovéniára. Lehet, hogy sokan meg fognak halni, mert a Dunában próbálkoznak, Horvátországban. Mindenféle baj származhat még. Lehet, hogy itt próbálnák benyomni valamilyen akadályt, és akkor netán Isten ne adja, hogy még lövöldözésre kerüljön sor. De hogy értette ön ezt a falat, vagy falakat? Tehát hogy más, hát, hogy állítsuk meg? Ténylegesen vannak falak, ugye? Uh-huh. Izrael falakat emelt maga köré, hogy ne jöjjenek be rossz szándékkal. Amerika falat emelt maga és Mexikó közé. Spanyolok csináltak falat, ez egy szokás. A kínai fal az 1600 éve működik, és visszatartott mindenféle oda menni akarós, nem kívánatos népet. Szóval a fal, mint igen? Szokás, nem abszurdum. Jó, de ezt ön úgy értette, hogy máshogy, mint fallal? Tehát ön is úgy gondolja, hogy ön úgy gondolja, hogy fallal lehet megállítani semmivel az emberek? Nem lehet. Akkor miért mondta a falat? Hát mert az volt éppen akkor az aktuális téma. Na de akkor most úgy gondolja ön, hogy fallal meg lehet állítani, vagy úgy gondolja, hogy nem lehet fallal sem megállítani ezeket az embereket? Nem, eltéríteni talán lehet, de megállítani nem. Megállítani addig nem lehet, amíg tart ez a nyomás és szívás. Na most a nyomáshoz mi minden járult hozzá, nevezetesen az, hogy ezek az emberek, hát túlnyomó többségükben nem közvetlenül a halálveszélyből jönnek, hanem már ilyen... Túlnyomó többségükben már onnan jönnek. Eredetileg. De azután voltak valahol, ahol már nem halálveszélyben voltak. Esetleg Törökországban, Jordániában. Ja, tehát útközben valahol, igen. Ja. Hát nem, esetleg ott táboroztak. Megtáborban is. Aztán hirtelen megindult egy ilyen áramlás. Ezeknek az áradatoknak a természete nagyon rejtelmes. És aki nem élt mondjuk 44-45-ben, vagy 56-ban, hogy esetleg megélhette volna azt, hogy egyszer csak mindenki el akar menni az országból. Ez a magával ragadó, sodró áradat, emberáradat, ez egy nagy természeti jelenség, amelyhez képest a politikusok bölcsességei nem nagyok. Na most én mondhatnám azt, hogy ennek a dolognak van két lehetséges megítélése. Egy
ha tetszik, az emberiesség szempontjából egy erkölcsi megítélés, és ebben a tekintetben azt mondanám, hogy egyedül a pápa mondott valami tartalmasat és meggyőzőt. A másik a politikai megjegyzések. Ezek mind tulajdonképpen levizsgáztak. Orbánnak az analízisét nem tartom rossznak. Abban látok éles elmélyűséget, hogy aztán mit kell tenni, azt már nem sorolom ide, azt már arról már nagyon rossz véleményem van. És mi az analíziséből mit tartjon? Az analízisében azt, hogy itt vagyunk ugye egyelőre még nemzetállamokból összeálló Európai Unió, amely átvesz funkciókat a nemzetállamoktól, így többek között a határvédelmet is, amennyiben valamilyen államképződménynek legyen az nemzetállam vagy unió, dolga van azzal, hogy a területén gyakorolja a szuverenitást, hogy ki van ott, ki nem lehet, ki jön be, miért jön be. Tehát ez a fajta szűrés, ez minden demokratikus államnak is a szokása. Nem nagyon szokása az, hogy akadályozza a kimenést, de a bejövést azt szűrik. Na most az Európai Unió lebontotta a belső határokat, viszont nem épéltette fel a Schengeni övezetnek az Európai Uniós határait. És nem hozta létre azt a több nemzetiségű rendőri erőt, amely ezeken a határokon szolgálatot teljesít, több nemzetiségűt, ha hangsúlyozom, igen, és olyan helyeket, ahol azokat az embereket, akiknek a bevándorlását fontolóra veszik, el lehet helyezni, például ilyen görög szigetek vannak. És ebben az esetben az Európai Uniónak több lépcsősen kellene támogatni a dolog kezelését ott, ahol az keletkezik, mert ez a legfontosabb. Egy rövid ugrás, azt hiszem, hogy a legfontosabb az lenne, hogy az amerikai és az orosz elnök beszéljen egymással erről, mert Szíria az az orosz fennhatóság, az amerikaiak támogatták az Assadot támadó erőket, felsültek többnyire, mert nem a megfelelő embereket, vagy kérdés, hogy vannak-e egyáltalán megfelelő emberek, és kérdés, hogy abban a zűrzavarban, ahol öt erő lövi egymást, melyik a jó erő, és az is egy kérdés, ugye, hogy emberek, fiatal emberek, akik ebből a valamiből jönnek el, és ezt tapasztalták valószínűleg szenvedően is, de meg aktívan is, hogy azok mit hoznak magukkal, miféle ilyen politikai bölcsességet. Hát ez azt egy kérdés. Nem tudom, hogy milyen politikai bölcsességet. Igen. Most pillanatnyilag a képek tanulsága szenvedő emberek jönnek. Pillanatnyilag szenvedő embereket látunk, akik egészen biztos, hogy nem politikai bölcsességet gondolnak. Ha szenvedő embereket látunk, akkor az egyetlen helyes dolog, amit a civilek csináltak, tehát a segítés. Mit gondol Németország szerepéről? A magyar kormány előszeretettel hivatkozik arra, hogy ezt a helyzetet, ami most kialakult, egészen napjainkra. Ebben van valami. Hogy ebben Németországnak, Angela Merkelnek nagyon nagy szerepe van, hiszen gyakorlatilag biztató mondatokat küldött a menekültek irányába, és hogyha valaki azt mondta, hogy azon gondolkodott, hát nem biztos, hogy vállalnom kell, még ő is azt mondta, hogy na hát, ha Németország vár minket, akkor megyünk. Gondolja, hogy ez igaz? Azt hiszem, hogy igaz. Itt figyelembe kell venni két tényezőt. Az egyik, azt mindig szokták mondani, hogy a német gazdaságnak szüksége van ilyen meg olyan szakemberekre. A fontosabb az az, hogy van a német vezeklés, ugye a holokauszt. Ha van valami erkölcsi rossz a mérlegükön, akkor ez az. Most viszont van egy nagyszabású jó cselekedetre alkalom, amikor ömlenek a menedékkérők. És akkor a jó szívű emberek, a középosztály megilletődik, és jó emberek akarnak lenni.
Én, mivel öregebb vagyok, és tudom, hogy mi minden zajlott már le, azt is tudom, hogy a régi Németországban, a 33 előtti Németországban a zsidók a lakosságban minden esetre mindössze 0,5%-át tették ki. Magyarországon 10-szer többet, 5%-ot. Na most, az a 0,5% is úgy fel tudta izgatni a kedélyeket. Arra is lehetett olyan nagyon haragudni, hogy ezt tekintsék a mi boldogtalanságoknak, a mi unglük. Ugye? Na most, azt is lehet tudni, hogy, hogy inganak az érzelmek. Első nap nyitottság, aztán lassan zárul a két kar, és... És mára meg már határellenőrzés. Igen, igen, ez elég hamar lezajlott. Azt mondanám, hogy a Merkel asszony egyrészt egy jó szívű asszony, és Mutti Merkel, de ez a belügyminiszter, meg a major miniszterelnök, meg aztán az egyszerre érkező, pártkülönbség nélkül érkező vészjelek a tartományok miniszterelnökeitől, hogy nem tudunk többet befogadni. Van 10 helyünk még, de mert honnan is lett volna ezek felkészülve? Ébresztették fel egy kicsit a kancellárasszonyt? Ezek a jelzések ébresztették fel, vagy ezek a... Ezek is gondolom. Meg hát mindenféle politikai kritikus. Játszmák és kritikák, amik egészen biztos nem csak nálunk, a Németországban is megvannak. Hát várjuk a következő napok fejleményeit. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondtad. Én is köszönöm.